Jó estét kívánok, kezdjük is a naphírét. Itt van ma este velünk Tüttő Kata, Szakács László és Kósa András, és Tüttő Katával már itt egy vitába bonyolultunk az első témán kapcsán, de ezt majd lejártuk szerintem így adásban is, mert hogy a főpolgármester helyettes szerint nem biztos, hogy kellene ezzel foglalkozni, én meg azzal érveltem, hogy hát, hogyha valami hír és valami szintlépés, akkor azért annak a naphírében itt a helye. Márpedig mi úgy ítéltük meg, hogy ami elhangzott tegnap az állami média egyik műsorában, a rádióban, az komoly szintlépés, mutatjuk, hogy mi hangzott el pontosan a napmondata rovatunkban. A tegnap reggeli műsorban azt boncolgatták, hogy vajon miért lehettek többen a békemeneten, és kevesebben az ellenzéki nagygyűlésen, és a műsorvezető ebből jutott el egy hosszú körmondat végén odáig, hogy az idézet második részét olvasom, Dobrev Klára, ma már tudjuk, hogy hasonló elve, mint ahogy annó a korábban a nagyapja döntött, az unoka is 2006-ban az utcán lévő ártatlan emberek szemkilövéséről és megveréséről döntött, és ugye itt elhangzott ez a ma már tudjuk kitétel. Nem kell erről beszélni? Miért nem kell erről beszélni? Ugye tudjuk, hogy ez nem igaz. Egész konkrétan sok mindent nem tudunk arról, hogy mi zajlott ott, de azt tudjuk, hogy ez biztos nem. Viszont azt tudjuk, hogy ebben az Elszúrtuk filmben ez a narratíva. De a Fidesz elég régen feladta már azt, hogy bármilyen igazságon alapuló dolgokról kommunikáljon. Tehát az, hogy ők nem mondanak igazat, és kifejezetten hazudnak emberekről, ez nem újdonság. Ugye azért ezt láttuk a főpolgármester szemben folytatott kampányban is, és látni fogjuk a következő 6 hónapban, Márki-Zay Péterrel szemben is, hogy csupa olyan dolog fog megjelenni róla, ami még csak nyomokban sem tartalmaz igazságot. Erre mondtam azt, hogy az ellenzéki tábornak, az ellenzéki közösségnek erre fel kell készülnie, valamilyen immunitást kell ezzel szemben kiépítenie, mert hogy ha mi minden nap azzal fogunk foglalkozni, hogy a Fidesz mit hazudik rólunk, akkor nem tudunk arról beszélni, hogy egyébként meg mit fogunk mit csinálni. Tehát ebben lehet vitatkozni. Egy dologgal azért szerintem foglalkozunk, hogy hogyan alakul ki ez a helyzet, hogy valaki, aki újságíró állami médiában fölvállalja ezt a mondatot. Ez nyilvánvalóan ez a rendes, izzadós tenyerű, izzadságszagú megfelelni vágyás, még akkor is, hogyha valamilyen fajta kommunikációs pamfletet ő kapott, ezelőtt vagy egyetért, vagy nem ért egyet. A magyar nép egyébként ezt kapja, szoktam mondani, szerényen, bár nem sértő, 100-130 milliárd forintért ugye az állami médiából. Tehát ott van ez az iszonyatos megfelelni vágyás, sőt, bele lehet gondolni, és valószínűleg egyébként, ezt nem akarom fölmenteni, Isten mentsen, aki ezt mondta, bele lehet azt is gondolni, hogy ha ő ezt nem mondja el, akkor lehet, hogy annak van következménye. Tehát ez a Fidesz világa, ezt akarjuk mi leváltani. Talán ennyit azért erről érdemes beszélni, hogy ezt a fajta megfelelni vágyást, ezt váltsuk le. De 130 milliárd mellett nem menjünk el, mert ugye, ha valami engem irítál, akkor az, hogy miközben egy alig hallgatott közmédia 130 milliárd forintot kap közpénzből, közben 3 millió ember közösségi közlekedése a fővárosban 12 milliárdot sem kap meg. És még amellett sem szabad elmenni, hogyha még egy picit tovább fűzhetem ezt a gondolatot, hogy persze meg kell tenni a jogi lépéseket. Mégiscsak vannak erre vonatkozó szabályok, erre vonatkozó jogszabályok, van független bíróság. Tudjuk, hogy valami nem így történt, akkor azt be is lehet bizonyítani, és ez természetesen a demokratikus koalíció meg is tette, hogy ezt a feljelentést vagy keresetet ugye elindították. És hát még egy dolgot lehet ezzel tenni, azt gondolom, hogy szelíd kopott gúnnyal lehet ezt kezelni. Na, hogy... És ez is megtörtént. Így van. Mert ugye a közleményben, amiben a PER-ről beszélt a DK mellett, arra figyelmeztettek, hogy a valóság és az, amit a tévéképernyőn vagy a mozifilmeken látunk, az nincs általában fedésben, írtak is pár példát. Például nincs titkos varázslóiskola Angliában, nincs halálcsillag, még Soros Györgynek sem. Eszmeralda valójában nem vak, úgyhogy nem kell gyűjteni a szemműtétre, és Magdi Anyus nem halt meg, csak írták a sorozatból. Így helyi értékén van szerinted ezt kezelve, most egy újságíró szemmel, mert hogy nyilván ez a mi feladatunk is lesz a következő hetekben, hónapokban, hogy mit kell csinálni az ilyen tematizálási kísérletekkel. Hát bevallom, hogy kell előtte az én tervezett poénomat ezzel kapcsolatban, mert nekem mondjuk a kockás fülű nyúl jutott eszembe esetleg, hogy mondjuk aki ezt elhiszi Dobrev Klára, az valószínűleg a kockás fülű nyúlat is elhiszi. Még a házát felett film. Igen.
És nem akarom nagyon ilyen belterjessé formálni így ezt a beszélgetésnek ennek a részét, de amit a Laci mondott, nekem is az érdekel egyébként egy kicsit, mint szakmabeli is, hogy valaki ezt így magától találta ki, most nem akarok csúnya vagy sértőbb kifejezést használni, hogy valaki magától ilyen buta, vagy ez egy sorvezető volt, amit felolvasott. Mind a kettő nyilván ugyanolyan szomorú, de én még mindig hajlok az előbbire, tehát azért ennyire részletekben menően szerintem nem feltétlenül kap még egy közmédiás riporter sem szó szerint felolvasandó szöveget, miközben természetesen tudja, hogy mi az elvárás, és ma már olyan rendszer, hogy ennek mindenki meg akar felelni a maximális mértékben. Ugye a reklámat arról is beszéltünk, hogy Szakás László elmondta, hogy a választókörzetében azért nem ezzel támadták meg reggel a piacon. Ez így van. De hát azért nyilván nem mindegy, hogy, és akkor most ne csak az állami médiáról beszéljünk, hanem a teljes média hálózatról, mert nyilván ezek a hírek így csomagban jönnek akkor a kereskedelmi regionális rádiókban, a kesmalapokban és mindenhol, hogy azért, hogyha már ilyen dömpingben jön, akkor se kell rá reagálni? Én azt gondolom egyébként, hogy kell. Az emberek a úgymond a vezetőikre szeretnek fölnézni. Ha őket bántják, akkor nyilvánvalóan erre őnekik van véleményük, hogyha a vezetőiket úgy bántják, hogy arról ők is tudják, hogy nem igaz, tehát igazságtalanul bántják, arról meg ugye azzal meg ugye érzelmileg is azonosulnak, és akkor nyilvánvalóan ugye rengeteg kérdést kaphat az ember kapcsán. Most ma reggel még nem kaptam, estémre már kaptam volna, de addigra meg már itt vagyok. Tehát valószínűleg ez majd holnapra ér majd oda mindenkihez, ahol tudunk majd válaszolni ezekre a kérdésekre, hogy mit tettünk, hogyan álljunk hozzá. Persze az embereket kell erről tájékoztatni. És ide egyébként most bármi mást be lehet helyettesíteni, tehát be lehet helyettesíteni egy fővárosi döntést, mondjuk azt, minden hogy... nap megjelenik kis igen, hazugság rólunk. Igen, Szerintem érdemes erről beszélni erről. Ha én minden reggel fölbosszantanám magamat azon a sok hazugságon, amit leírtak, nem megyek mellett. De ez a következő atom, a perről fogsz. De hát erről beszélek. De el lehet dönteni, hogy azzal tölti az ember a napját, hogy a hazugságokra reagál, vagy koncentrál a saját feladatára. És ilyen szempontból az ellenzéki közösségünknek van egy saját feladata. Eldöntöttük, hogy ezt a kormányt leváltjuk, és megyünk azon az úton, ami arra vezet. Lehet közben foglalkozni ezzel a sok bombával, amit robbantgatnak a környezetünkbe, csak nem fogunk eljutni a végén. Jó, de én meg azt gondolom az igazság, hogy ma a mai politizálásban, a mai politikában a közösségi felületek ilyen szintű befolyásának az időszakában szerintem nem tudjátok megspórolni, hogy ezzel ne foglalkozzatok. Én személyesen megspórolom. De akkor is, szerint lehet, hogy te megengedheted magadnak, nem biztos, hogy Laci megengedheti magának, és szerintem az ellenzék összességében, hogy egyáltalán ne foglalkozzon ilyesmivel, azt nem engedheti meg magának. Nekem ez a véleményem. De a másik véglet az, hogy akkor csak ezzel. Akkor ide fogunk jönni, és akkor felolvassa nekünk legközelebb is Emília az összes hazugságot, ami aznap megjelent, hogy mit gondolunk róla, és megint nem beszéltem arról, hogy nem világos, hogy az áramszámlát jövőre miből fizeti ki a fővárosi. Megint nem kaptuk meg azt a 12 milliárdot, amit a kormány megígért, hogy a Lánchídra még mindig nem érkezett meg az a 6 milliárd forint támogatás, amit megígértek, és ugye a kormány éppen most buktat el néhány Európai Uniós beruházást. Engem ez jobban érdekel, mint az összes. Na jó, de ami a Budapest saját házatájáról szóló a város szerint hazugság, arra azért érdemben reagálnak. Mondjuk arra, hogy azért nem kapnak pénzt, mert tele van a kassa, meg hogy végül is Budapest annyira nem szenvedett a Covid-tól, mert hogy nagy bevételei vannak, szóval azokra azért reagálnak. Mert hogy arra meg muszáj. Szerintem akkor azért nem követünk el nagy hibát, hogyha bemutatjuk, mert bocsánat, van a Fidesznek ez az izzadságszagú, megfelelni vágyó világa, amit egyébként teletömnek pénzzel, és ehelyett mi mit szeretnénk építeni, és ezt egy-egy példán keresztül bemutatjuk, és reagálunk egyébként a minket ért sérelmekre is, legyen szó akár a Városházáról, legyen szó 2006-ról, Dobrev Kláráról, meg akár erről a filmről. Na, és akkor menjünk ezzel is tovább, mert hogy ugye az, hogy az ellenzék, amely most már ugye nem verseng egymással, hanem együttműködik, hol tart például a közös program kidolgozásában, vagy a listaállításban, a belső egyeztetésekben, ennek járt a híradó utána, és most a legfontosabb információkat összefoglaltuk.
Október 20-án szerdán volt az a találkozó, ahol az ellenzék miniszterelnök jelöltje először találkozott egyszerre a 6 ellenzéki párt elnökével. Utána Márki-Zay Péter azt mondta híradónak, elkezdték a felkészülést a választásra. Az első feladat megegyezni a program még nyitott kérdéseiben. Most folyik a közös minimumprogramnak az úgynevezett társadalmasítása. A 6 ellenzéki párt tavasszal hozta nyilvánosságra programját, ehhez a közös honlapjukon lehet hozzászólni. Az MSZP pártigazgatója bízik benne, hogy még idén elkészül a közös választási program. Reálisan nézve erre is nagy esély van, pontos határidőt nem szeretnék mondani, de megvan a realitása annak, hogy még ebben az évben ez megtörténjen, de ha át is csúszik a jövő évre, azt gondolom, hogy jól halad, és nincsen olyan akadály, ami ellehetetleníteni vagy veszélyeztetni a választási sikert, a kormányváltást. Az ellenzéknek a közös listát is össze kell állítania. Az MSZP-nél még nem dölt el, ki lesz a listavezető, mint ahogy a Jobbiknál sem. A Momentum már megtalálta az alkalmas embert, náluk Fekete Győr András áll a lista első helyén. Ez egy komoly felelősség lesz, mert közös listát is össze fogunk állítani a következő hetekben, hónapokban. Minden bizonnyal valahol a top 5-ben ott lesz a Momentum listavezetője is. Ez a leghálátlanabb újságírói feladat szerintem most a következő hetekben erről kérdezni politikusokat, mert azért azt megtanulták, ez már látszik, hogy nem beszélnek ki, és azt mondják, hogy ez nem a tévéstúdiókban dől el. De a háttérben felállt már az a mechanizmus, aminek alapján mondjuk a karácsonyfa alá oda be tudják tolni ezt a közös listát, meg a közös programot, és akkor mindenki megnyugszik? Hát a legnehezebb dolgon túl vagyunk. Hát van 106 közös egyéni jelölt, van egy közös miniszterelnök jelölt, tehát ehhez képest ez a vége, ez a legkisebb feladat. Hát azért a közös lista azért az nem. Na, hát ezt, értem, hogy próbáljuk élezni ezt a dolgot, de ezt viszonylag nehéz lesz kettőnk között. Nem, én nem élezni próbálom, de azért az tény, hogy főleg úgy, hogy azért ugye Márki-Zay Péter egy kicsit így utólag, szerintem azért mindenkit meglepve, bejelentette ugye, hogy azért szeretne egy saját frakciót, azért hát így nem lesz egyszerű, és politikus, hát folyamatosan alkalmazkodik minden nap új körülményekhez és új helyzetekhez. Hát persze, de Katanéz, az igazság, nem, hogy ez nem egy ilyen reménytelen helyzet. Imádok benfenteskedni, ezt mindig szoktam mondani, én a ti szakértőitekkel is többekkel beszéltem, és azt mondták, hogy azért azt az algoritmust megtalálni ennyi szereplő esetében, hogy úgy belőni azért, mert ez egy teljesen legitim önérdeke az ellenzéki pártoknak is természetesen, hogy minden párt szeretne a listán is befutó helyet saját jelentős politikus. De ebben semmi csoda nincsen. Semmi probléma nincsen, ez az egészen, csak ezt mondom, hogy ennyi szereplőnél szerintem, úgyhogy azért az egyéni választókerületek jelentős része is ugye úgynevezett ilyen klasszikus csatatérkörzet, tehát azért, ahol nagyon kevés számú választ hogy döntheti majd el, hogy a kormánypárti vagy az ellenzéki induló nyerhet-e. Ilyen paraméterek mellett azért megtalálni azt az algoritmust, amivel nagyjából be tudjátok majd lőni, hogy bizonyos választási szereplés mellett mondjuk hol lesz 20-30-40, vagy hol húzható meg nagy bizonyossággal a befutó helyek száma, azért az nem egyszerű, azért a vért fognak izzani a szakértőitek. Látjuk, szóval. Most megint akkor én hadd mutassam be, van két világ. Van egy világ, ahol elmennek ugye Orbán Viktorhoz felcsútra, a kolbászkarikázgatás közben mindenkiből kiveszik a hűségesküt, és akkor az lehet jelölt, uram, bocsánat, még a listára is fölkerülhet. Ugye nagyjából ez a listállításnak a folyamata. És van egy másik világ, ahol értékek, érdekek, és egyébként meg a képviselt programok, meg a letett teljesítmény alapján föl fog állni egy lista, amiről van vita, egyébként nem először csináljuk, azzal együtt, hogy mindegyik párt rajta akar lenni a listán, én ebben nagy csodát nem látok, most ezt megmondom őszintén, ez elejétől fogva így gondoltuk, hogy ez így lesz, hogy valamilyen logika mentén, ez nagyjából 2-3 logika lehet, ennek mentén majd össze fog állni egy lista. Én azt gondolom, hogy erre azért mindenki fölkészült, meg erre a vitára is mindenki fölkészült, és kérem, lesz vita, tehát nem kolbászkarikázgatás, hűségeskű, és utána pedig lehet szolgálni majd a fényes tekintetűt, hanem ehelyett ugye van valódi vita, és van valódi program. Nem az a program, hogy folytatjuk, hanem még a program is van, és én nagyon sokszor úgy vagyok vele, hogy a programnál én sosem becsülöm le azt az utat, amíg elérünk odáig, hogy lesz program,
mert talán maga az út, amíg odaérünk, hogy lesz program, akikkel beszélünk, amilyen szakértőket bevonunk, amilyen civil szervezeteket bevonunk, amennyi embert meghallgatunk róla, választópolgárokat meghallgatunk róla, maga az út talán fontosabb is néha, mint maga a program, amiben egyébként megint azt gondolom, hogy egyet fogunk érteni. Nagyon hasonló, ugye zajlik egyébként párhuzamosan ezzel egy Európa jövőjéről szóló párbeszéd, ez az Európa jövőjéről szóló konferencia, itt is létrejött egy digitális felület, ahol bárki, aki az Európai Unióban lakik, hozzászólhat, van ott egy csomó téma, és bármit megírhat, hogy hol szeretne több Európát, kevesebbet, nem kell szakértőnek lennie. Ebbe az irányba megyünk el a fővárosi közösségi költségvetéssel is, és ebben megy el a fővárosi, az országos szövetség programja is, hogy jöjjön bárki, aki szeretne, meg szeretném mondani, hogy mit érez, mi az, amiben többet szeretne, mi az, amiben kevesebbet, ami a programból jó, mi az, ami nem. Tehát mindenkit várunk arra, hogy ebbe csatlakozzon be. Itt nem csak egyetemi tanárokat várunk, meg szakértőket. Igen, de azért ilyen szempontból is nem csak a hetedik frakcióval hozott újat Márki-Zay Péter győzelme, hanem mondjuk a programban és itt a vitákban azért volt pár kardinális pont, amit ő leszúrt, hogy például az adóemelés szó az ne szerepeljen, mert hogy azzal csak veszíteni lehet, mert a Fidesz kiforgatja, vagy hogy túlzott ígérgetésben ne menjenek bele az ellenzéki pártok, mert hogy ő annak sem a híve. Szóval, hogy vannak, inkább ezt kérdezem, hogy vannak-e olyan szakpolitikai vitapontok, amiben meg kell így győznie nagyon egymást a feleknek? Hát biztos, tehát egy csomó, de ez a jó. Hát egymás között se értünk mindenben egyet, de hát... Hogy főleg úgy, hogy azért abba azt gondolom, hogy ma a legtöbb mérvadó közgazdász és szakértő egyetért, hogy valamilyen formában, de bármilyen új kormány lesz 2022 tavaszán, egy, ha nem is megszorításokat, de azért egy feszes költségvetési politikát kell majd folytatnia, mert azért látjuk azt, hogy az adósság elszáll, a hiány elszáll, nyilván a Covid miatt ez természetesen valamilyen szinten egész Európában jellemző, de ettől függetlenül az Európai Unió türelmesen tart majd végtelen ideig a tagállamokkal szemben, tehát előbb-utóbb egy szigorúbb költségvetési politikát is folytatni kell, ami azért nagyon behatárolja a lehetőségeket is majd. Nézzük a lehetőségeket, ugye sokszor számolgattuk azt, hogy mennyire kevés jut az emberekre, és mennyivel több jut egyébként olyan beruházásokra, amire vagy nincsen szükség, vagy most nincsen szükség. Tehát azt nem tudom ígérni, hogy azt hiszem kilométerenként 6 milliárd forintért majd tud építeni vasutat a Mészáros-Lőrinc. Igen, bocsánat, 68, tehát hogyha E-osztályos Mercedesekből ezt kiraknánk ugyanazt a vasútvonalat, akkor valószínűleg egy kicsikét olcsóbb lenne. Tehát ilyeneket nem tudunk ígérni, meg hogy a földből majd kinőnek sok 10 milliárd és stadionok, stb., hanem ezeket a pénzeket ugye máshova is lehet költeni. Mondjuk teszem föl, mi az egészségügyre fogunk költeni, és nem a Mészáros-Lőrincnek a szállodáira fogunk költeni. És lehetne még nagyon sok ilyen dolgot mondani, hogy mi értékrendszerünknek megfelel, belefér egyébként a költségvetési keretekbe, és azt tudjuk mondani, hogy az emberekre több jut. Most látszik, osztogat a kormány. Én múltkor azt javasoltam egy vitában valamelyik fideszesnek, hogy tartsunk minden évben választást, mert akkor végre jut az embereknek is valami, nem csak a Mészáros-Lőrincnek. Tehát mi ezt a politikát fogjuk képviselni. Van arra forrás, csak az emberekre kell költeni, nem a Mészárosra. Látom, tudtok az arcámat, csak a fővárosnak jutna egy kis plusz forrás, annak azért nagyon örülne. Fogunk majd a fővárosról még beszélni, főleg járvány, illetve védekezés kapcsán, meg a benzinárakról is, de csak a reklám után tartsanak akkor is velünk. A legjobb sztorik mindig a reklám alatt hangzanak el, Szokás László, azt kezdtem mesélni, egyszer megdicsért egy fideszes. Ezt a sztorit, ezt el lehet mesélni? Hát ugye arról beszélgettünk, de ugye abban a kontextusban beszélgettünk erről, hogy érzik-e ennek a súlyát, hogy kétesélyes a választás. Most egy Fidesz képviselő egzisztenciájával játszol, azért azt tudod, ugye, Laci, remélem. Igen. Elmondtam egy vezérszónoki felszólást, ami egy fontos dolog, de sok van belőle egy nap a parlamentben, és egyszer csak kimentem az ülésteremből, ugye még pandémia van, ne legyen az benne, aki éppen nem beszél, és megyek kifelé, és akkor egyszer csak hallom oldalról, hogy jól beszéltél, és vissza is fordultam, hogy Jézus már tett a Fidesz ül, és tényleg egy fideszes mondta, tehát néha ők is már próbálnak idomulni, szóval így van, hol úgy van. Aha. Fővárosban ilyen élmény esetleg? Nincs. Biztos van, nem ezt felidézzem, de tudunk egymással beszélni. Uh-huh.
Mondjuk az azért már nem kevés. Főleg olyan ügyben, és akkor most a vidámságot picit félretesszük, mert hogy Covid ügyben megint nagyon-nagyon rossz adatokat kapunk napról napra. Legutóbb fél éve jelentettek annyi új koronavírus fertőzöttet, mint a tegnapi napon, amikor is 36 ember meghalt, és szakértők arra figyelmeztetnek, hogy ha maradunk ezen az úton a szigorítások hiánya tekintetében, akkor további 6000 magyar ember leli halálát a koronavírus negyedik hulláma miatt. Összefoglaltuk, hogy egy 13 főből álló egészségügyi szakembergárda milyen szigorításokat javasol, mutatjuk egy bejátszóban. És a legfontosabb továbbra is nem a maszk, hanem az oltást. A kormány szerint a vírus ellen az oltás biztosítja a legnagyobb védelmet, a maszk használat továbbra sem kötelező. Ezzel szemben a legtöbb ország mindkettőt nagyon fontosnak tartja. Izraelben a lakosság 71%-os átoltottsága ellenére kötelező a maszkviselés, és szigorúan veszik a védettségi igazolványt is, aminek érvényessége a harmadik oltáshoz kötött. Ugyanez a helyzet a 98%-os átoltottságú Portugáliában, de hordják a maszkot a franciák, a csehek és a lengyelek is. Nem lehet erre bazírozni sajnos csak, hogy csak az oltás. Rékasi Balázs szerint a negyedik hullám leküzdéséhez az oltás mellett szigorúbb járványügyi intézkedéseket kell bevezetni. Erről egy szakmai javaslatot is készített, amihez 13 egészségügyi szakértő csatlakozott. A szakmai felhívásban arról írnak többek között, hogy 80%-os átoltottsági szintig semmilyen védőintézkedést nem szabad mellőzni. Zárt térben és tömegközlekedési eszközökön maszkviselést javasolnak, kérik a tömegrendezvények felfüggesztését, illetve hogy a védettségi igazolványt tegyék kötelezővé bizonyos helyeken. Erről már a héten beszéltünk, és akkor az akkori beszélgetőtársak azt mondták, hogy annyi a megfejtés, hogy politikai szándék erre nincs, mert az emberek utálják a maszkot, politikai népszerűtlen döntés lenne, és ennyi. Na de hát azért itt emberéletek forognak kockán. De én azt gondolom egyébként, hogy a kormány szempontjából ez tényleg ennyi. Tehát szakmailag, tudományosan alátámasztva, vagy nem tudnánk azt mondani, hogy miért ne kellene akkor hordani maszkot, amikor influenza is jöhet, ilyenkor van az influenza szezon, stb. Alig-alig lehet megkülönböztetni ezeket a betegségeket egymástól, csak ugye akkor nem működik a szlogen. Nem működik az, hogy működnek az oltások, és működik Magyarország. Ez lenne ugye az első pici hógolya, amiből lavina tud lenni, mert ha hordunk maszkot, akkor utána járhatunk-e étterembe, járhatunk-e moziba, otthon kell maradni a gyereknek, ha otthon kell maradni a gyereknek, akkor kimarad otthon a gyerekkel, és akkor ezt a lavinát, ugye ezt nem akarják elindítani, magyarán mondva, sem kommunikációsan, sem politikailag nem fér bele. Hát ugye mi megyünk előre, ugye most a fővárosi önkormányzat meg az önkormányzatok keze jobban meg van kötve, mint az első három hullám alatt. Ugye most elvették tőlünk ezt a felhatalmazást, ami arról szólt, hogy bevezethessük a saját hatáskörünkbe. A főpolgármester hivatalban most már hetek óta kötelező a maszkviselés. Most döntött a fővárosi vezetés arról, az idős otthonokban sajnos megint korlátozásokat kell bevezetni, ahol lehet, mi a maszkot ajánljuk. A közösségi közlekedésben nem tudjuk önmagába bevezetni, mert nincs egyrésztről rá felhatalmazásunk, másrésztről az nagyon rontja a bizalmat az intézményekkel szemben, ha mondjuk a héven nem kell, az elővárosi vonaton nem kell, az agglomerációs buszon nem kell, de a BKV buszain meg igen. Tehát ugye ebben mindig jelezzük a kormánynak, hogy ha azt szeretnénk, hogy higgyenek nekünk az emberek, akkor ugye ebben együtt kell gondolkozni, és együtt kell lépni partnerként, mi most fogjuk ajánlani mindenkinek. Pont azért, mert én is minden reggel retek attól, hogy kapok egy e-mailt, hogy ne vigyem be a gyereket iskolába, mert bezár az iskola, mert van egy koronavírusos. Így azért nagyon-nagyon nehéz élni, mert ugye a kicsik még nincsenek beoltva. 12 évnél nagyobbak már hozzáférnek, a kicsik nem. De ott is ennek a bejátszásnak a második része pont egy Varsányi háziorvostól vett idézet volt, ezt most nem vágtuk be, de ő azt mondja, hogy a 12-14 év közöttiek sem kérik elég nagy számban a gyerekek, illetve a szülői hozzájárulása az oltást. Tehát miért nem lépi akkor azt meg a kormány, hogy a védettségi igazolványhoz köt egy csomó szolgáltatást, és akkor így motiválná az embereket legalább az oltásra, ha már a maszkra nem akarja? Hát tényleg, igazából nem akarom Lacit ismételni, de én is azt gondolom, hogy
hogy itt a háttérben azért tudjuk, hogy a Fidesz és a kormány nagyjából így működik, folyamatosan valószínűleg szondázzák a társadalom lehetséges reakcióit. Ezek, amiket te mondasz, Emilia, ezek valószínűleg olyan népszerűtlen intézkedések lennének, amelyek a jelenlegi helyzetben a kormánynak politikailag több kárt okoznának, mint amennyit az okoz, hogy egyébként naponta hányan fertőződnek meg, vagy hányan halnak meg. Azért azt láttuk, ezt szerintem, hogy is mondjam, nem kellene, vagy, hogy tehát a 30 ezer halott sem okozott azért nagyon komoly politikai következményeket Magyarországon. Tehát valamiért a magyar társadalom egyszerűen erre egy ilyen ügyre kevésbé fogékonyan reagál. És egyébként az is érdekes amúgy, hogy tényleg valahogy, mint hogyha lenne egy ilyen kelet-nyugat választó volna Európában. Tehát azért most már ugye a nyugat-európai társadalmak akár így a tudatosságban, akár az átoltottságban megelőzték akár a V4-es országokat. Úgyhogy szerintem, tényleg mondom, nem akar a kormány drasztikusat lépni pillanatnyilag, egyszerűen csak erről van szó. Úgy azért a bizalmat nem erősítette a kínai vakcina, az se, hogy nem nagyon működik az időseknél, és ugye őket oltották elsősorban ezzel, és már a harmadik vakcinánál tartunk. Közben a készlet nagy része, ha jól értem, ott porosodik valami raktárban. Hát és lassan le fog járni egyébként a szabadosság, amúgy az még egy az külön apróság, szóval. Nem szakmaisága, ilyen lélektana van ennek. Tehát ahogyan annak idején is, hogyha valaki kínai vakcinával oltatta be magát, akkor az szinte már a kormány iránti feltétlen lojalitását és hűségét fejezte ki. Most is, hogyha most valaki elkezdene maszkot hordani, vagy éppen ha most én arra kérek mindenkit, hogy persze vigyázzunk magunkra, ha úgy érezzük, akkor inkább viseljünk maszkot, ha túl zsúfolt helyen vagyunk, viseljünk maszkot, és ne éljünk úgy, mintha nem történt volna semmi, akkor én nyilvánvalóan szembe megyek a kormánynak az összes elképzelésével, hogy Magyarország működik. Nem, Magyarország attól fog működni, ha vigyázunk magunkra, ha betartjuk a protokollokat, és nem úgy élünk, mintha nem történt volna semmi az elmúlt jó, de ugye például ott van az az adat, amivel megint csak motiválni lehetne az oltásra az embereket, hogy a kórházba kerültek meg a halottak között mennyien vannak, akik kaptak egy vagy két oltást, és Újhely István meg Sztél Bernadett is hetek, hónapok óta próbálja ezt az adatot vagy kisajtolni, különböző szervezetekből, most legutóbb a kórházi főigazgatóság mondta azt, hogy ők ilyet nem tartanak nyilván. Tehát, hogy legalább ilyen indirekt, igen, ezen sokan meglepődtek, ahogy Szakás László arcán is láttam, de hogy legalább ilyen indirekt módszerekkel miért nem próbálkozik a kormány? Tényleg azért, mert egyszerűen akkor bebizonyosodna az, hogy például egyébként... Hogy az oltás mondjuk, működik? Hát ami nem, van, az, hogy egyébként, amit mondjuk nekem például orvos ismerőseim mondanak, hogy a kórházban lévő, lélegeztetőgépen lévő emberek túlnyomó többsége az mondjuk idős és kínai vakcinával oltott ember adott esetben, ami nyilván egy kellemetlen információ lehet a kormánynak, hogyha ez tényleg így van, és hogyha ezt mondjuk kimutatnák számszerűleg is, úgyhogy... Nem derült volna fény a kínai oltás körüli bizonytalanságokra, a főváros nem indít igen. el egy antitestvizsgálatot, és nem nézzük meg, hogy az időségben működik-e vagy sem. Ez egész lehet, hogy nem is tudnánk semmit. És nem is lenne a harmadik oltás az idősek. Én azért csodálkoztam az igazság egyszerűen, hogy Orbán Viktor elmerte mondani, hogy ő harmadikra egy nyugati oltást kapott, mert emlékezzünk csak vissza, hogy például Szijjártó Péter is ugye mekkora média, hogy is mondjam, happeninget csapott a körül, hogy ő kapott két orosz oltást, aztán ugye amikor elment az ENSZ közgyűlésre egy hónappal ezelőtt New Yorkba, oda csak úgy tudott elmenni, hogy kapnia kellett egy harmadik nyugati vakcinát, és az érdekes volna, azt már nem tette ki a saját közösségi oldalára, mert valószínűleg ki lett volna a két Sputnik után, azt mondom, hogy most a legjobb vakcinák után, nem is tudom, melyikre mondták, hogy a legjobb talán. No, beszéljünk a benzináról, gyakorlatilag két naponta a rekordokat dönt a benzinár. A bejátszás most ezzel kapcsolatban elenkedjük. A legfontosabb része az volt, hogy a Kormányzati Tájékoztatási Központ az ATV híradójával azt közölt, hogy mert Gyurcsány. Most így lerövidítettem, a hosszabb verzió az, hogy 2004-ben az uniós csatlakozási tárgyalások során a baloldali Medgyessy Gyurcsány kormány kérhetett volna kedvezőbb számítási szabályt a kötelezően alkalmazandó jövedéki és áfa rendelkezések alól, de nem tette. Azóta ma több portálon ezt levezették, hogy ez alapvetően nem stimmel, mert sokkal korábban végig tárgyalták ezeket a számításokat. Egyébként lényegesen korábban 97-ben lezárták már ezeket a tárgyalási fejezeteket, szóval, hogy ez így tényszerűen nem igaz. Viszont a benzinár, most azt mondta Szakás László, 592 forintért tankoltam egyébként. Dízelt autópálya mellett, ez hozzátartozik. Hát igen,
Lép-e ebben az ügyben valamit a kormány, mondjuk az ilyen közleményeken meg válaszokon túl? Most egy kicsit a témacsikkal vitatkoznék az igazság, ami ott a képernyő olyan olvasható, mert szerintem nincs lélektani határ igazából. Tehát annyiszor mondtuk, mert 300 forint volt a lélektani határ, 400 forint. Azt gondolom, hogy nincs, valószínűleg nincs lélektani határ, vagy legalábbis én nem tudom, hogy most akkor mi lehet az a lélektani határ, ami lehet, hogy rossz párhuzam, de hát most beszélgettünk az oltásokkal, meg a COVID halál áldozataival kapcsolatban, hogy ott sem volt ezek szerint egyszerűen egy ilyen lélektani határ. Erre valószínűleg ugyanígy, hogy is mondjam, reagálunk. Persze kicsit mindenki morog, hogy 500 forintért tankol, meg egyebek, de olyan különösebb politikai következményei egyelőre ennek sincsenek. Azt lehet tudni, hogy azért a jövedéki adóból és az áfából, ugye, amit ügyesen azért egymással rakott a kormány természetesen, ugye dől a pénz a költségvetésbe. Amíg ez az állapot fennáll, addig a kormánynak igazából nincs semmi motivációja, hogy változtasson rajta. Isten mentse, hogy én most felállítsak egy ilyen Budapest-vidék ellentétet. Vidéken egyébként általában egy kicsit drágább minden. Nyilván az egyfőre jutó költség ezzel együtt arányosan ugye nagyobb is. Én érzem ezt a morgást, én látom ezt a morgást, tehát azért az, aki lehet vívni mondjuk egy benzinkuton az embereknek a rosszaló tekintetét, ha azt mondjuk, hogy telekérem, vagy éppen mondjuk többet vásárol az ember a hónap végén a boltban, mint a többiek, akik mögött állnak a sorban, akkor azért úgy furcsán néznek az emberre, mert bizony iszonyatosan drága lett minden. Tehát én is szoktam mondani, hogy édesanyám hogy megerősödött, mert régen segíteni is kellett nekem, itt 10 000 érvet hogyan visszük haza, most meg így az ujja körül pörgetve gyorsan fölrohan vele az emeletre. Iszonyatosan drága lett minden, ez ott nyilván, ahol kevesebbet keresnek az emberek, ott ez jobban látszik, meg ahol többet kell autózni, ott ez jobban látszik. Pécsről följönni Budapestre, és ide, innen ugye visszamenni, az 500-550 kilométer, azt most már kiszámolják, hogy egy hónapban hányszor fér be. Meg kell ide hozzam az önkormányzati nézőpontot is, mert hogy az önkormányzatok is küzdenek az energiaár növekedéssel, mert a benzinár is mindenféle határt átlépett, de elektromos áramárban most 3-4-szeres árnál. És ott nincs rezsicsökkentés. És ez azt jelenti, hogy mondjuk egy fővárosi közvilágítási számla a 4 milliárdról föl tud menni akár 16 milliárd forintra is. Ha megnézem a villamost, a metrót, a buszokat, és ugye a mi bevételeink nemhogy nem nőnek, hanem folyamatosan csökkennek. És ugye úgy fizet egy csomó adót bárki, aki tankol, hogy ugye a fele adó, ő azért fizet adót, mert autózik, de nem tudja, hogy abból az adóból 0 forint marad arra helyben, hogy az az út, amin az ő autója haladna, hogy ne menjen tönkre, hogy azt meg tudjuk csinálni. Tehát a fővárosi önkormányzat az 1300 kilométer úthálózatára, a 300 hídra, kishídra, felüljáróra pont 0 forintot kap abból a jövedéki adóból és áfából, amit az autósok befizetnek minden tankolásra. Egyébként, bocsánat, hogy jól emlékszem, először 2016-ban ígérte meg Orbán Viktor, hogy a lakossági után most jön a kisvállalkozói rezsicsökkentés, és aztán 2019-ben megismételte ezt az ígéretét, még a helyhatósági választási kampányban, hát azóta is jön ez a rezsicsökkentés. Most nézzük meg, hogyha mondjuk 2010-ben, jól értettem, hogy sokkal hamarabb rontották ezt el, de 2010-ben volt, megnéztem, mikor készültem, 105 dollár volt egy hordó olaj, akkor volt 280-290 forint egy liter benzin. Most 84 dollár egy hordó olaj a mai áron, 84-60, és mondjuk 500-560 forint egy liter benzin. Nyilvánvalóan ez egy hibás politika, amelyik elengedte az árfolyamot. Akkor volt mondjuk 280 forint egy euró, és volt 220 forint egy dollár. Hát mit adnánk? 180. Mit adnánk most ezért? Mit adnánk most ugye ezért? Mit adnánk most ezekért a számokért? Ide idézném azt, hogy aki nem tudja megőrizni az euró-forint árfolyamot, az nem alkalmas a kormányzásra, mondta Orbán Viktor, és azt mondta mellé Varga Mihály, hogy aki még a benzin árát sem tudja kordában tartani, az hogyan tudja kordában tartani az egész gazdaságot, mondta Varga Mihály még 2010 előtt. Hát most ugyanezt ezeknek az uraknak ajánlanám a figyelmébe, hogy tartsák kordában az árakat, meg az árfolyamot, nem a múltikat kell. Ez nincs a morgásnál hangosabb jelzés a kormány részéről, kérdezem így, hogy lejárt az időnk, tehát azért ez a kulcsa. Hogyha mindent mérnek, és ezt mérnék, akkor nyilván lenne erre lépés. De el is indul most, tehát az, hogy ez az ügy kapjon egy kis hangerőt, az MSZP is beleállt ebbe,
és elindul egy kampány, ami arról szól, hogy igenis itt van dolga az energiárakkal a magyar kormánynak. Föl fogjuk erősíteni ezeket a hangokat. Köszönöm szépen a véleményeknek, önöknek a figyelmet. Holnap is várom önöket, de most Nemes Anna várja önöket a híradó legfrissebb híreivel, utána pedig Szőlősi Györgyi jön az Egyenes Beszédben. Tartsanak velünk, szép estét!